Tehát ott tartunk, hogy mindenkinek arrébb kell mozdulnia. Az én sátram a december közepén felszólítás nélkül, hogy menjek arrébb, vagy éppenséggel forgasson be. Összetörték a sátramat. A 8-9 méteres sátramból konkrétan ott van, hogy 5 méterem nincsen meg. Tehát most ez a legnagyobb problémánk, hogy hülyének vagyunk nézni. És azt mondták, hogy nincs emelés, mert csökkentés van. A vásárló már úgy jön ki, hogy engedjünk az árból konkrétan, mert hogy nekünk milyen jó, hogy mennyivel csökkent. De a feltételeket nem mondják el, hogy 2,5-szer annyi területet köteleznek kibérelni, mint amennyit eddig béreltünk, vagy eddig pakoltunk. A románok mindent csinálhatnak, amit akarnak konkrétan, odahugyaznak a saját sátrukba, azért nem. 200 forintra felemelik azt a vécét, amire éppenséggel köpedelem, egy hány inger, 50 forintról 200 forintra, és éppenséggel semmit nem újítanak fel rajta. A higiéniáról nem is beszélem, és ezek vannak, és azt mondják, hogy már pedig egy olcsó. Nézzük, nekem 8 méteres sátorra volt 3600 forint. Most nem tudok 8 méter repakolni, 6 méteres sátornak 15.000 forint a napi díja. Tehát én felhoztam példának ezt a garázsokat. Ilyen alumínium garázsnak nevezett valami, ami alul tiszta víz, totyog, patkányok szaladgálnak benne, beázik, szóval magyarul egy nulla. 60.000 forintos bérleti díjért adják ki egy hónapra. És 6.300 forint volt korábban a bérleti díja egy hónapra. És azt mondta az úr arra felvetésre, hogy egy bérház alatti garázs, ahol világítás van, meleg van, tiszták körülmények, 25.000-ért adják ki. Azt mondta, hogy ilyen a kereskedelem, hogy ez azért 60.000 forint. Hát kérdem én, ki tudja ezt megfizetni egy kis pénzű nyugdíjas? De én előttem áll a víz, én a sátorral vízbe állok, ez sincs. És ezért fizessek 48.000 forintot egy hónapra, plusz kaució. De a kaució mire? Mire csak a helyet biztosítják nekünk? Az történik, hogy erőpolitika folytatódik, én úgy gondolom. Tehát erőből politizálnak. A városgazda és az ő társasága kitaláltak egy árkoncepciót, azt szeretnék bevezetni, és kötelező területbérlési lehetőséget ajánlanak csak föl. Tehát azok a lehetőségek, hogy ha időjárás befolyásolja, vagy betegség befolyásolja, egy ilyen köztes rendszerfenntartási díjat nevezzük bárminak, ezeket egyszerűen mellékelik a szerződésből, a szerződéstervezet nem volt áttekinthető, és a szerződéstervezetben benne volt az is, benne van az is a mai napig, hogyha én 2 órán belül nem foglalom el az általam kibérelt területet, akkor bárkinek kiadhatják. Ez a része, ez a sátorsornak a része, itt van a buszmegállótól bejövő kapu, az én helyem körülbelül itt lenne. De most jelenleg nem itt van, mert feljebb lesz tolva. Ez a piacnak a tervrajza. Na de hát odabent valaki megszerkesztette, így van és kész, de nem jött ide ki megnézni, hogy is működik ez, vagy hogy árulnak a kereskedők. Bent megszerkesztették. Tessék, itt van. És most mi a probléma ezzel, a legnagyobb probléma? Hát nem is lenne probléma, de azt mondta nekünk szombaton, hogy jöjjünk ki, és áttesszük a sátrat oda, tervrajz szerint. Kijöttünk, és sehol senki. István, tájékoztass minket, akkor most álljál ki, és akkor tájékoztass minket. Január, február az, amikor kevesebben vannak a piacon. Amikor, ha ezt június közepén akarja az ember csináltatni, amikor főszezon van, akkor rajtam itt eret vágnak. Január, február, ami a piacnak a két leggyengébb hónapja, ezért gondoltuk mi azt, hogy ilyenkor könnyebben az emberek is kevesebbet dolgoznak, kevesebbet mennek más felé. Bennünket úgy érintett az egész, hogy nem tudtunk róla, hogy mi történik. Évtizedek óta erre a piacra járunk, és ez a módszer, ahogy most ezt csinálták, ez nem az igazi. Be kellett volna bennünket hívni egy terembe, minden egyes vállalkozót, aki itt dolgozott, és ott előadni nekik, hogy mit akarnak. És akkor kompromisszumot kötni a vállalkozók és a felügyelő bizottság között, aki felügyeli ezt a piacteret, a városgazdálkodást. De ez nem történt meg, itt bennünket összehívtak, és itt meg nem történik semmi. Akinek útba, akinek pocsolya volt,
Az még biztosítóan tovább. Kocsolya volt, és azt mondtad, hogy átviszlek az ölembe. Igen, de nem ezt mondtam, hanem, vagyis ezt mondtam, hanem azt mondtam, igen, hanem igyekszünk megcsinálni. Például a sátram, ott áll a víz, a sátramba áll a víz, itt jönne a vevő, bokáig érő víz van benne, tessék. Ezért fizessek. Azt a lényeg, hogy januárig el kell pakolniuk mindent lényegében, felszabadítani a piacot, lesz kijelölve egy zóna mindenkinek, hogy mennyit fog bérelni, és akkor visszaépíthetik a sátrukat lényegében. Igen.